az álló autó nem gázol. A jó idő. A bejelentések alapján csökkennek a fertőzések, és hamarosan feloldódnak a korlátozások egy vagy több lépcsőben. Úgyhogy elkezdtünk arról fantáziálni, hogy milyen lesz a világ, amikor már nem lesz karantén, de még tartunk távolságot, milyen szokások maradnak velünk, illetve milyen új szolgáltatásokat tudunk kitalálni, átmentve magunkkal egy kicsit ebből az elég fura korszakból. Az utóbbi időben gyakran járok autóval, mert a gyereket reggel viszem, délben hozom, és az a megfigyelésem, hogy a reggeli forgalom az már most olyan majdnem, mint karantén előtt volt, ami azért nagyon szomorú, mert elvileg az embereknek a töredéke jár csak igazából valahova reggel munkába vagy ügyet intézni. Cserében mondjuk az egyes villamoson meg ott lézenk 3-3 ember, ami mindig elcsodálkozom, hiszen arra egy lapjával felpréselődni volt szokás régen. És eszembe jutott, hogy ha visszajön mindenki dolgozni, mert mondjuk már annyira jól állunk, de az emberek nem szoknak le az autóról, akkor ötletem nincs, hogy fogunk bejárni dolgozni. Igen, a kijárási korlátozás feloldása után várhatóan nagyon sokan kezdenek el közvetlenül az autójukba beülve, az ingyenes parkolás előnyeit kihasználva elmenni a munkahelyükre. Valahogy vissza kéne szoktatni az embereket arra, hogy ezt mégsem csinálják, mert a nyáron smogban fogunk meghalni a dugóban ülve. Nem feltétlen, hiszen lehet, hogy sokkal hamarabb sikerül egy autóbalesetben elpusztulni. Rengeteg olyan ember ült be autóba, aki évek óta kicsit vagy egyáltalán nem vezetett, és csak dísznek tartotta az autóját. Ezek a tipikus hétvégi mozsolák, akik életveszélyessé tették az autópályákat. Illetve rengeteg olyan ember, aki most kezdett el vezetni pontosan azért, mert ugyaneddig volt jogosítványa, de nem vezetett, viszont most ő is úgy érzi, hogy hát kevesebb is az autó, meg jobban is kell vigyázni magára, ezért inkább megpróbál autóval a saját maga által biztonságosnak ítélt tempóban és nyomvonalon haladni. És igen, tényleg sokkal veszélyesebb, kevesebb autóval is a város, mert sokkal több a kiszámíthatatlan vezető. Azt mondtuk, hogy föl fog menni a használt autóknak az ára? Szerintem eddig nem mondtuk, de ez erősen várható. Bár vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy az új autóké is. Az biztos, hogy az autókra a kereslet az most elkezd nőni. Napi első jóslat. Használt autót használt lakásra ne cseréljenek, nagyon-nagyon rossz lesz az átváltási arány. Az új autók esetén viszont, minthogy leállt egy csomó gyártás, nagyon várható az, hogy azért is föl fog menni az autókára, mivel hiánycikk lesz a kész autó, vagy nagyon hosszú várakozási lista lesz, mint annak idején a Merkurnál. Itt egy fura kettősség van, mert egyrészről középtávon, pár hónapos időtávon valószínűleg igazad van, felfelé fog menni az új autókára. Ha másért nem, akkor a jelentős árfolyam változás miatt. Viszont az történt, hogy rengeteg autó maradt készleten a válság előtt felhalmozva, amiket az importőrnek, meg a kereskedőknek valamilyen belátható időn belül kell kifizetnie az importőr vagy a gyár felé. Tehát ezektől majd megpróbálnak minél jobb áron megszabadulni, minél kisebb veszteséggel, hogy ne neki kelljen finanszírozni a beragadó készleteket. Tehát lesz egy alacsony ár, majd hirtelen következik a hiánycikk? A következő pár hétben még nagyon jól lehet alkudni, így van, és utána hiánycikk lesz, mert hogy utána tényleg a kis ilyen just-in-time típusú megrendeledés legyártják üzemmód lesz. Viszont most még, ha új autót akarsz venni, akkor az egy néhány hétig valószínűleg nagyon jó biznisz lesz. Tehát a használt autót új autóra cserélni, az lehet, hogy lesz olyan pont, amikor nagyon meg fogja érni. Jó, akkor már annyira fölmegy a használt autók ára, hogy az új autókével vetekszik? Vannak most is ilyen modellek, a kis kategóriát nézegettem, ahol 4-5 éves használt, az 30% olcsóbb, mint egy új, és így megállsz, hogy akkor minek vennék használtat ezekből. Jó, értem én, hogy ez is 1-2 millió forint, tehát akkor azt mondom, hogy basszus, akkor megveszem garanciás túl, mert az a felár az már bőven megéri azt, hogy gondmentes a következő 5 évet. Nagyon fura a piac. Régen az volt, hogy kihoztad az autót a szalomból, helyből elbuktad az értéke 40%-át, aztán utána idővel a többit is, most úgy tűnik, hogy a használt autó eleve is egy relatíve jó befektetés. Már amennyire autót jó befektetésnek lehet nevezni, tehát itt semmilyen pénzügyi tanácsadótól nem várok visszajelzést. Én is tudom, hogy autóba nem teszünk pénzt, pláne nem veszünk hitelből autót, mert mire kifizetjük, addigra többbe került. Jóval. Kivéve a retro autók, hiszen azoknak az ára az megfelelő modellekbe elég szépen föl szokott mászkálni. Ebben igazad van. Ha kellően klasszikusat veszel, akkor az szép befektetési formának is elmegy. Kérdés, hogy azt egyébként autóként kezeljük, vagy inkább valamilyen igen befektetési tárgyként. Mert azoknak a használati értéke azért jellemzően teljesen más. Eleve másfajta szabályozás vonatkozik rájuk, tehát erős megkötések vannak, hogy mi tekinthető oldtimernek. Mi nem oldtimerekről, nem 30 év plusz, hanem még ilyen 20 éves autókról beszélünk. Azoknál is, a youngtimerek is ugyanek. Feltéve, hogy nem a Suzuki Swift első szériáját veszed, mint youngtimer.
ha megtalálod a megfelelő típust, aminek van egy valamilyen legendája, abból tudsz olyat vásárolni, ami utána tényleg értékesebbé válik. De az elmúlt években nagy piac lett Magyarországon, kifejezetten felfutott. Nem Magyarországon, Magyarországra ez már csak begyűrűzött. Nemzetközi viszonylatban is volt egy igen nagy kereslet rá. Olyannyira, hogy képzeld el, készítettek egy blokkláncos megoldást arra, hogy az autóba történő beruházásoknak a követését, tehát kinek mekkora része van, azt nyilván tudják tartani egy ilyen publikus blokkláncon. Nem mondod. De ez csak a befektetési célú autóvásárlás, vagy úgy általában az autópiac blockchain követése? Ez a befektetési célú autó tulajdon tokenizálás és értékesítés volt. Hát fölvágtad, mit tudom én, 150 darabra, megvettél belőle 10-et, és akkor annak ugyanúgy, mint a részvénynél követhetted, hogy éppen mekkora az értéke, adhatod, veheted az autó részleteidet. Végülis az autó részleteknek egyfajta újraértelmezése ez. Ezt még elképzelni is nehezen tudom. Tehát visszatérnek az emberek a közlekedésbe, ezt már beszéltük, ugyanakkor visszatérnek az irodába is. Hát... vagy nem. Az irodai visszatéréssel kapcsolatban már sok megoldást láttam. Ahogy figyeltem, a multik igyekeznek oda figyelni a továbbiakban is a szeparáció valamilyen szintű fenntartására, így a távolságokat kicsit növelik az irodatérben. A régi iskolás időknek az A és B hete jut eszembe erről, amit hasonlóan találóan neveztek el. Ugye az munkatársak egyik fele, az egyik fele az egyik héten, a másik fele a másik héten jön be, és akkor így tudják biztosítani azt, hogy egyszerre csak az 50%-a tartózkodik benn, ami nem azt jelenti, hogy az 50%-a fertőződik meg, hanem jó eséllyel minimális része, hiszen a távolságok miatt így megoldható a fertőzés csökkentés. Ez mint ötlet alapvetően nem rossz, bár az A és B hétre olyan szempontból nem hasonlít, hogy nekem volt A és B hétem az iskolában, és nekem mind a két héten be kellett akkor is mennem. A tanároknak volt igazából más, hogy mikor kellett ott lenni, mert az órarendem ugyanúgy tele volt mind a két héten. A probléma az szerintem ott van, hogy épp az elmúlt mondjuk 10 évnek volt az a nagy fejlődése, hogy a nagyobb cégek rájöttek, hogy rengeteg irodaterületet és ezzel bérleti díjat meg lehet spórolni, hogyha az embereket jó közelültetik egymáshoz ilyen nagy nyitott terekbe, egy asztal, ahol sok ember, de itt azért nem. És ezekben a nagy nyitott terekben, a shared service centerekben, de egyre több más helyen is, nemhogy tucatjával, de mondjuk 50 évvel százával vannak normális esetben az eredeti terv szerint összezsúfolva emberek, a jogszabályi minimumot teljesítő módon ellátva infrastruktúrával. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy távolságot kell tartani egymástól nekik, akkor hát vagy azt mondjuk, hogy csak minden második székre lehet ugyanitt embereket ültetni, vagy elkezdünk újra boxokat alkotni, mondjuk az amerikai modell, a klasszikus 80-as évekbeli amerikai modell szerint ilyen boxokat kialakítani, hogy igazából ott vannak, de nem látják egymást, csak mondjuk mindenki feláll. Én ezt plexivel szeretném elképzelni, mert akkor teljesen olyan, mint hogy a teráriumban ülnének az emberek. Akkor ennek a takarítását még légy szíves. Jóval látszik, hogy mikor kell takarítani. Egyáltalán nem egy egyszerű helyzet, hogy hogyan tereled vissza az embereket home office-ból a munkahelyükre, mert rengeteg olyan munkakör van, ahol nem feltétlenül van értelme annak, hogyha ezek az emberek fele-felében otthon vannak és bent az irodában, mert akkor ugyanúgy skype-olni fognak, csak a munkatársak 50%-át egyszerre látod az irodában, és meg tudsz róla győződni, hogy tényleg dolgozik, a másik 50%-ról meg elhiszed, mert ott van a Skype call másik végén. Ez nekem egy ilyen nagyon érdekes dilemma, hogy ilyenkor van-e értelme, vagy egyáltalán miért van értelme kinyitni az irodát. Nyilván vannak olyan munkakörök, ahol ennek van előnye, hogyha mondjuk egy-egy csoportot, vagy együtt dolgozó egységeket így összetudsz újrahozni egy helyen, de ahol ezt meg kell osztani és váltogatni, ott például már csak azt látom, hogy azért csinálnánk, mert van egy ilyen megszokás, hogy be kell járni az irodába, de nem hatékonyabb a legtöbb szempontból. Ha jól emlékszem, a Google és a Facebook már be is jelentette, hogy ők nem is fogják kinyitni már idén az irodáikat. Igen, mert valószínűleg kiszámolták, hogy környezeti és rezsi szempontból is utcahosszal sokkal olcsóbb ez a megoldás, bár az ő működésükre eddig is jellemző volt az, hogyha nem is támogatták a home office-t, de lehetővé tették és rugalmasan tették lehetővé, tehát a világszintű multiknál remote működés az már beépült. A világszintű multik azért nagyon sokan jöttek vissza a home office-ból, mert nem minden esetben hatékony, tehát nagyon sok munkakör van úgy, hogy egyáltalán nem éri meg nekik home office-ba tartani az embereket. Nyilván azoknál, ahol eleve önálló egyedi munkákat végeznek, ott igen, de amikor csapatmunkák vannak, akkor nem mindig működik jól ez. Ezt például az IBM vonta vissza egy pár évvel ezelőtt az addigi home office-ra irányuló
ötleteit, és csökkentette azokat a munkaköröket, ahol ezt tartósan lehet csinálni. Így van. Ilyen is van, de az azért van, mert már kipróbál, elmentek a falig. Az is igaz. Egyébként tudják azt is, hogy hogyan kell egy szinte teljesen remote szervezetet üzemeltetni, kontrollálni, miben, hogyan lehet megbízni. Kicsit félreérthető az, amit mi home office-nak nevezünk, ez nem home office. Ez egy kijárási korlátozás menti működés, mert a home office az az, amikor otthon vagy és dolgozol. Ez most otthon van az egész család, és még gyereket kell nevelni, oktatni, képezni, ami nagyon nem ugyanaz, mint a home office. Így van. A standard home office-ba heti 1-2-3 napra mehetsz haza, mert hogy egyébként meg nem bízunk a munkavállalókban annyira, hogy hosszabb pórázra engedjük őket. Tehát ez multicégek hazai leányvállalatainál, ez nagyon nem divat ez a fajta bizalom. Nem. Amint elkezd visszatérni a munkahelyre az ember, azért biztosítania kell az imént említett család elhelyezését is, ugye? Nagyon praktikus. Főleg, hogyha ez a nyári szünetre esik. Így van, ezt akartam mondani éppen, hogy az iskolának lassan vége, és az óvodák is normál esetben be szoktak zárni nyárra, egy hónapra, másfélre. Na, hova fogod elrakni a gyerekeket? Hiszen a nyári tábor szervezések azok jellemzően a pandémia miatt minimum megakadtak, de lehet, hogy teljes egészében meg is szűntek. A legutóbbi hírek szerint, ahol nincs kijárási korlátozás, ott majd már lehet nyári tábort szervezni, csak nem ott alvósot. Tehát ilyen napközi tábort, vagy reggel viszed a gyereket, este értemész, vagy délután, olyat elvileg lehet majd szervezni. Erre szerintem egyébként lesz is kereslet. Felvetődött ezzel kapcsolatban az, hogy pár cég már kezdi szervezni az alkalmazottainak a gyerekfelügyeletét. Tehát azoknak, akiket az A és B héten behívnak a 0. órába, azoknak a családját valahogyan picit segíteni. Egyébként egy nagyon hasznos és jó ötlet. Kérdés, hogy mit csinálsz, hogyha bejön X kolléga, és hoz 2X gyereket magával? Hogyha eddig nem volt elég hely, hogy eltárolj X embert, tehát a 2X ember, de most hirtelen megjelenik 3X, akkor ezt hogyan fogod te megoldani? Mert hát a gyerekekre is vonatkoznak a távolságtartási szabályok. Így van. Sőt, nem csak a gyerekekre, hanem a sporttevékenységekre is. A fiamnak nemrég jelentkezett a judó edzője, hogy ismét kezdődik a judó edzés. Jelenleg a távolságtartási szabályoknak megfelelően kontaktsport küzdelem nélkül, tehát erőnlétet csinálnak. Nagyon-nagyon jó képeket küldtek a Facebook csoportba, ahogy a vérmezőn, a padokon lépcsőznek a gyerekek. Azok úgy jó 100 méterre vannak a vére egymástól. Mindegy, csak ne legyen a te véred, tudod. Hát csak így eszembe jutott, kontaktsport, vérmező, te jó Isten. Legyen már valami tétje. Veszélyes sport. Ha jól hallottam, nagyon sok helyen kezdenek újra nyitni maguk az edzőtermek is. El tudom képzelni, hogy ez azért van, mert hallottam sok helyről azt, hogy a Balaton tagadók mellett a koronavírus tagadók társasága is elkezdett gyűlni már különböző csoportokon, akik tagadják azt, hogy bármi is van a környékünkön, és ezek a csoportok sajnos egyre erősebbek, egyre többen vannak, emiatt igen kevéssé tartják be azokat a intézkedéseket, amiket a visszaszorítás miatt hoztak. Viszont ha már tagadjuk a Balatont, akkor gondoljuk el, hogy nem sokára le lehet menni oda. Ezt másodszor említed, mi az, hogy tagadjuk? A Facebookon van egy csoport, ami a Balaton tagadók társasága, akik határozottan ellenzik, hogy létezik a Balaton. Ez egy fake Conteo csoport, akik azt állítják, hogy a Balaton az egy kitaláció, és valójában nem létezik. És ja, tehát ők parodizálnak. Persze, természetesen. Ez több ezer tagot számlál ez a csoport. És azon gondolkoztam, hogy ha már létezik ilyen, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mégis hogy fog kinézni a kijárási korlátozás, illetve annak a feloldása után a Balatonnál a helyzet. Például, hogy fog kinézni a strandolás, napozás azokon a strandokon, ahol normál esetben nemhogy az 1 métert, de inkább a 20 centit sem tartják be egymás között az emberek, mert így herinként zsúfolódnak a zöld területen egymásra. És az a neten terjedő kép jutott eszembe, amikor a kínaiaknál már eléggé tetőzött a járvány, vagy tetőzés előtt volt a járvány, és egy közfürdőben csináltak képet arról, hogy mindenki maszkban fürdőzik egy medencében. Igen, jól hangzik. Tehát olyan kínai medence, amiben úgy ki lehet rakni a megtelt táblát. Most ezt gondoltam, hogy valószínűleg akkor a Balaton mellett is valami hasonlót kéne elképzelni. Szép. A megtelt táblára gondolsz, vagy az élethelyzetre? Az élethelyzetre, hogy a strandon napozók, meg a vízbe jó messzire beigyekvők, azok
mindegyik így maszkba úszkál, labdázik, frizbizik. De a cseppfertőzésnél az úgy nincs, hogy a vízben is el tud terjedni? Tehát az nekem cseppekből van. Biztos most én vagyok a nagyon rövidlátó és mindentől félős, de nem azért veszük fel eleve a maszkot, hogy a levegőben az aeroszol ne terjedjen a kis vízcseppecskéken? Utána ugyanezt a maszkot, hogyha hozzáérintjük a vízhez, akkor úgy képzelem, hogy tud benne úszni. Igen, didaktikusan sikerült a helyzet abszurditására rávilágítanod, igen. Erre utaltam én is. Úgy érzem, most nem kifejezetten vagyok formában, ezt is megettem. Igen, marhasság, természetesen. Hát a párás közeg egy medencében, az, még ha nem is a vízről beszélünk, hanem csak ami fölötte terjen, az simán terjeszti az összes ilyen fertőzést. De hát úgy látszik, ez nem szükséges. Jó, na akkor a maszkban nem fürdünk. De ha már a Balaton, a Balatonnal mi áll még párba? Hát a bulizás, az esti diszkó. El tudod képzelni az esti bulizást, amikor a filmekben megvan az, hogy ilyen diszkóketrecek, tudod, amiben lógnak a táncos csajok. Uh-huh. Én azt képzeltem el, hogy mindenki kapna egy ilyen ketrecet, és amikor bemegy a diszkóba, akkor abba kell beleszállnia, és abban nem tudja megközelíteni a többieket. Ez jó lenne, nem? És akkor lenne a ketrec tánc. Igen, az egy picit, az nehezebben megvalósítható, mint amire én gondoltam. Én arra gondoltam, hogy a dodge-eneket át lehetne erre a célra alakítani, és amikor bemész, akkor beállsz egy dodge-enbe, és akkor a táncparkett az maga a dodge-en tér, és akkor ott lehet előre-hátra menni. De akkor kell a dodge-enekre plexi. Természetesen. Tehát az körbevenni, vagy plexivel, vagy ráccsal. És a dodge-enbe hogy lehet ritmusra rázni? Rángatod a kormányt és a gázféket? Nem feltétlen kell magának a dodge-emnek ritmusra, tehát azon belül is lehet táncolni. De az egy ülő alkalmatlanság. Hát kivéve, hogyha átalakítod, és csak a guruló platformot hagyod meg az áramszedőt. És akkor ilyen kis platformra fölállsz, körbe van véve a ketreccel, becsukják, és begurulsz a táncparketre, előadod a Night Fever-t. Mekkora tér kell egy ilyenben egy embernek? Egy dodge-em alapterülete elég ahhoz, hogy még mozogni is tudjál valamennyire? A kis üvegkupolád alatt? Ennek a szellőzését hogy oldod meg, az egyéni szellőztetését minden ilyen kis... Mondom, hogy én inkább ketrecre gondolni. Dodge-em ketrecnek. Dodge-em ketrecnek. Annak mondjuk van szellőztetése, akkor már csak a dizsijét kell megoldani, ami emlékeim szerint szintén nem a jó szellőző műfaj volt régen. Vagy akkor ezen belül is maszkban lehetne rótni. Ha már eleve a dodge-emet használod, mert ugye kell neki az áramszedő, meg a fönti áramadó alkalmatosság, akkor azok meg nyitott, körbe nyitottak. Tehát eleve nem zárt térnek minősül. Akkor viszont ki kell terjeszteni a ketrecet, hogy ne tudjanak az emberek másfél méterre közelebb kerülni. Tehát akkor kell egy ilyen ketrec eltartó izét rárakni, hogy a szomszédos ketrecekben, hogyha mindenki odafeszül a rácshoz, akkor is meglegyen köztük a másfél méter. Hát az ütközőt. Igen, egy 75 centire kinyúló ütközőt rárakni minden ilyen dodge-em ketrecre, hogyha összetalálkoznak, akkor is meglegyen a másfél méter. Én mondjuk a lassúzás az egy kicsit nehezebben megoldható egy ilyenben. Be? Nehezen öleled át a partneredet. Jó, de szorosan összeérinted a ketrecedet vele. Az milyen romantikusan hangzik. Viszont a diszkóbunyót el lehet képzelni, hogy egymásnak szaladnak a dodge-emekkel. Pogóznak. Azt így újra értelmeztük. Nemrégiben láttam azt, hogy csináltak olyan szalvétákat, amikre rácsöppentve az italt kimutatja, hogy van-e benne diszkódrog. Ez jó ötlet. Szerintem ezt már instant lehetne kombinálni egy koronavírus teszttel. Olyan pontosággal a mostani tesztek is kimutatják, amik csak a Ginára szűrnek, mint a Kínából vásárolhatók, ezt nem feltétlenül javasolnám, amik valami 30% alatti pontossága van, tehát még csak a 50-50-t se érje, hogy vagy igen, vagy nem. Szóval az ötlet egyébként nagyon praktikus, hogy ilyen gyors teszteket bevigyünk a diszkóba magunkkal. Védelmi és önvédelmi szempontból is támogatnám, de lehet, hogy még nincs itt az ideje. Egy találmánynak megteszi. Lehet, hogy jövőre is kelleni fog még. Így van, azért mondom, hogy egy találmánynak megteszi, tegyük el, lehet, hogy nem ma bocsátjuk piacra, vagy nem mi. A következő témakör, amin elkezdtem merengeni nemrégiben, hogy igen, a diszkó, konzervzene az egy dolog, maximum ott egy DJ, aki különböző potmétereket tekerget. De mi van az élőzenével? Hogy lehet megoldani azt, hogy rendes élőzene legyen, és itt rögtön Douglas Adams Vendéglő a világ végén könyve jutott az eszembe, meg van? Igen. Amikor az ottani fellépő rockbanda az egy kisebb holdról, ami a bolygó körül keringett, szólaltatta meg a hangszereit, tehát ilyen rendes távzene. Akkor ilyen távfellépőket ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy a fesztivál zenekar állt össze, azt hiszem, valószínűleg már azóta több zenekar is, és közös koncerteket adtak. De ez innentől nem élő zene, mármint, hogy élő zene, de praktikusan akkor játszhat ugyanaz a zenekar egyszerre a világ minden városában is. Mondjuk néhány helyen akkor nappal lesz máshol meg éjjel. Te már
te már tovább vitted a, ez már a következő gondolat. Én még ott tartottam, hogy ezzel el tudjuk érni azt, hogy, hogy teljesen távolról, de, de mégis összedolgozva menjenek a zenészek, hiszen normál esetben a koncerten is hangosításon keresztül hallgatod őket. Így van. Valójában csak az élmény, 100 méterre van, egy pici része az, hogy itt látsz ugrabugrálni valakit nagyon messze. És itt jön be a következő ötlet, amit, amit már lelőttél, hogy innentől tud olyan turnéra menni a zenekar, hogy egyszerre föllép a világ minden táján. Az hagyjám, de el sem megy. És el sem megy hozzá. De mindenhol ott van. És ezzel egyszerre meg tudjuk menteni a zeneipart, mert ugye az az egyik fő problémájuk, hogy nem nincs elég bevétel a művészeknek, mert hát nem tudnak fellépni. És akkor most utólag tudnák pótolni, mert tulajdonképpen a live streaminget le lehetne korlátozni arra, hogy nem lehet akárhonnan nézni, csak adott vendéglátóipari egységekből, amiket most nevezzünk diszkónak az egyszerűség kedvéért, de ez lehet egy aréna is. És akkor a belépő árának egy része a streaming jogdíjakra menne, és mivel egyszerre ugyanazt a koncertet így nem mondjuk 10 000 ember tudná megnézni, hanem akár 10 millió is, vagy akármennyi, hirtelen felfuthatna újra a koncert bevétel. Kimondtad a kulcsszót, aréna, hiszen a futballstadionok jelenleg be vannak zárva. Á, már nem. Újraindul a bajnokság. Kellő mennyiségű hely van arra, hogy ott nagyon sok ember viszonylag nagy távoltartással, nagyon sok helyen, tehát az ország bármely pontján szinte el tudjon helyezkedni. Túin van, megtöltjük a stadionokat, és egyszerre támogatjuk a zeneipart. Mindezt úgy, hogy ráadásul csak egy darab promót kell végigcsinálni, mert nem kell azt mondani, hogy akkor hétfőn ebbe az ebbe a városba, kedden abban a városban, szerdán abban, utána beérkezünk, és kettőt játszunk még Budapesten is. Hát időzónánként kell egy plakát. De hát most az országunkon belülről beszélve. Én nagy koncertekre gondoltam. Én tudok nagyban álmodni, nem vagyok ilyen földhöz ragadt, hogy Salgótarján meg Bácsbokot között kell megoldani egy koncertszervezést. Legyen benne egyén és jöjjön. Először oldjuk meg a saját országunk problémáit. Utána jönnek a csóró milliómos szupersztár gecik is. Elnézést, Ford Ferlént idéztem. Ennyi. Szóval ezt igazán ki lehet terjeszteni egy olyan szintre, amikor azt mondod, hogy újraértelmezzük a koncertipart. Ezzel szerintem nagyon jól föl lehetne futtatni, és igen, említetted, hogy vissza lehet hozni a focit, de hát lássuk be, a foci azzal az edzés mennyiséggel, amit itthon lenyomnak, az nem tölti ki a rendelkezésre álló teret és időt. De az nem lehetőség, hogy visszahozzuk a focit, az már el van döntve, hogy élesedik a bajnokságunk. És de a foci ilyen szempontból azért érdekes, mert ha judozni nem lehet, mert az kontaktsport, azért ha jól megnézel egy foci meccset, van abban is jócskán találkozás. Arról nem beszél, hogy ugyanazt az egy labdát rugdosság fejelik, érnek hozzá bármely tetszőleges testrészükkel, az most egy másik kérdés, hogy szabályos vagy szabálytalan, de hogy jó eséllyel izzadságcseppek, minden ott keveredik majd. Ha az szabad, akkor szerintem egy csomó másik sport és szabadidős tevékenység szempontjából is újra kéne gondolni azt, hogy ez mennyire veszélyes. Én egyébként amondó vagyok, hogy a focit azt egy nagyon szerencsétlen kivételként engedélyezik, nem jól végig gondolva ennek a potenciális hatásait, és igenis megerősítve azokat, akik szerint kicsi a veszély, mert hát a 22-en 90 percen keresztül érintkezhetnek ilyen módon, akkor miért ne lehetne másfajta közösségeket is összép húzni kis terekbe. Szóval a focik helyett sokkal inkább preferálnám a stadionoknak a praktikus felhasználását, és akkor inkább nézzünk benne koncerteket, tudom, minden harmadik vagy nyolcadik székről, három soronként. Igazad van, akkor viszont gondoljuk át, hogy mit lehet csinálni akkor, hogyha mégsem ezeket a koncerttermeket, vagy ezeket a stadionokat lényegítjük át koncertterületté. Mit szólnál ahhoz, hogyha kidolgoznánk egy olyan szolgáltatás csomagot, amellyel a nyári fesztivál hangulatát a saját otthonában élvezheti az ember. És akkor ezt így úgy gondoltam el, hogy megveszed a nem tudom hány 10 000 forintos heti belépőt, kapsz egy nagyobb kartondobozt, amiben minden kellék benne lenne ahhoz, hogy fesztiválon érezzed magad. Milyen kellékeket kéne belerakni? Szúnyog. Igen, instant szúnyog, pocsolya vízzel. Oké, ez egy... Por, nem erre por ha már a pocsolya vizet bele akartad rakni, hogy legyen sár. Por, és vagy instant sár, tehát ezt lehet akár beleönteni egy fürdőkádba, és azt föltölteni, hogy akkor abban meg lehessen forogni naponta egyszer-kétszer. Hát zuhanytálca is jó, igen. Karszalag. Napi karszalagok, igen, amit magának kell fölrakni.
Én mindenképpen raknék bele egy speciális fesztivál sört, Ilyen biológiai lebomlózat, vagy mi ez, pohárral? Kéne egy ilyen sörkoncentrátumot is adni hozzá, hiszen a fesztivál sörhöz elég, hogyha egy normálisabb sört fölöntesz másfélszer-kétszer annyi vízzel, akkor pont eléred a megfelelő buborék mennyiséget, ízt és erősséget. Ezzel el lehet érni, hogy tetszőlegesen rossz minőséget gyártsál magadnak, ez biztos. Igen, hogy fújsz bele buborékot? Nem fújsz bele buborékot, mert eleved nem szokott benne lenni, mert már úgyis kifogyott a csapból. Jó, fesztivál sör reprodukálás, akkor így megoldható. Fú, ez eddig borzasztó. Jó, még csak nagyon rossz italunk van, koszosak vagyunk, de van egy korszalagunk. Még biztosítani kell nyilván magát, ha már zenei fesztiválról beszélünk, akkor valamilyen zajt is, zenét. Ez szerintem feltéve, hogy egy panellakásban szeretne ilyen fesztivál élményt szerezni az ember, akkor szerintem nem lenne rossz az, hogyha valami rossz minőségű kínai fülhallgatót is adnánk hozzá. Nem. Itt kivételesen nem kötnék kompromisszumot, egy jó minőségű kínai fülhallgatót adnék, ami ugyan nem drága, de a zenei élvezeti értéket már nem csökkenti pluszban. Tudja azt, amit egy furán kongó szabadtéri színpad. Ehhez a legrosszabb kínai fülhallgató is elegendő. Tehát amilyen módon el szokták hangosítani a Voltot meg a Szigetet, ahhoz neked nem kell más, ahhoz a legolcsóbb gagyi is elég. Tehát az előszeded a Mono Philips izét, amit a Zsebrádióhoz adtak 70 évvel ezelőtt, a pont elég, hogy reprodukálja azt a hanghatást, amit ki tudnak magukból adni néha. Ó, Istenem, Istenem. Nem becsülött túl nagyra ezt a műfajt. Jó, viszont akkor a következő, hogy ezeket a fesztiválokat lehetne időben egyszerre tartani több országban. Tehát, hogy nem kell elveszíteni rögtön a holland parti látogatókat, meg a brit turistákat, mert hogy ők is részt tudnak venni ugyanezen a jó kis fesztiválon. Természetesen ez náluk egy órában korábban kezdődik a koncert. Is adni. Szerintem egyszerűen csak a programfüzet teljesen mindegy, úgyis éjszakában nyúló, tehát sőt éjszaka kezdődő. Amire azért oda kell figyelni az, hogy amennyiben nemzetközivé tesszük ezt a csomagot, akkor a nemzetközi egységcsomagban mindenképpen az ország specifikus engedélyeket azért vegyük figyelembe. Így a holland dobozba valószínűleg rekreációs dolgokat is lehet rakni. Míg ugyanezt az arab országokban már biztos, hogy alkohol nélkül lehet csak ki. Az jó, a sokkal olcsóbb. Hát szerintem a csomagban nem a fél liter sörnek volt eddig a legnagyobb ára. Jó. Akkor most ezt gondoljuk el, hogy nézhet ki ugyanebből a soundos egységcsomag. Hát van benne flip-flop papucs is. Abban van biztosan, de nem azt, mert magával viszi az ember. Vagy segítsünk neki rögtön a felöltözést is? Nem, hát csak mi szoktak adni ilyen repi ajándékokat, a flip-flop az lehetne ilyen maradandó a karszalaggal. Jó, karszalag, flip-flop, nyilván ugye ott is kell a fülhallgató. Lángospor. Egy adag homok, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy oda különböző selfie háttereket kell készíteni. Tehát ilyen A0-ás posztereket gondoltam, amit maga mögé tud feszíteni, és amivel tud Instára küldeni különböző képeket. Nem bántásból mondom, de a Facebookon évek óta elérhető olyan, vagy a Facebookhoz évek óta elérhető olyan szolgáltatás, hogy nyaralás imitáció. Van néhány szolgáltató, aki készített egy több ezerből álló stock fotó gyűjteményt a különböző helyszínekről a világon, népszerű turista célpontok és ilyen elhagyatott helyek, és belátható pár száz vagy ezer dollárért ráadásulsált téged azokra a képekre, mintha ott lettél volna, és utána azokat tudod körözhetni a Facebookon meg az Instán. Tehát ez létezik, semmi más feladat nincsen, mint bekérni az illetőtől egy fotót, és a csomagban elküldheted neki egy pendrive-on, vagy mit tudom én, tetszőleges adathordozón rögtön az eseményről készült képeket, amiket utána meg is oszthat az eredeti helyszínen, ahova ráretusálod. Ez majdnem jó, csak hiányzik belőle az, hogy ő kreatívan saját pózokat tudjon, bármikor, amikor az eszébe jusson. Hát jó, egy kicsit előre ki kell találni. Jó, akkor viszont azt az alkalmazást kell megosztani vele. Kell csinálni, igen. Minimum egy ilyen instant app. Akkor kell egy olyan sound applikáció. Nem, egy green screen kell akkor neki biztosítani. Ami összemörzseli az illető képét az általad kiválasztott háttérképpel, és már küldés. Ez egy zöld háttér, amire könnyű rárakni a retusálást. Jó, oké. Sőt, abban már tud
tud mozgóképet mögé rakni kényelmesebben, és teljesen live videót posztolni, hogy ő most éppen itt van a virtuál Balatonszámban. Milyen jó, hogy elmaradott asztalak. Ehhez képest az én megoldásomat is kettővel továbbfejlesztetted 20 másodperc alatt. Nice. So, jó, oké, csináljunk ilyen parti alkalmazást, amiben Balaton partinak tűnhetsz. Parti csomag, igen. Tehát akkor már van egy fesztivál csomagunk, egy Balaton Sound csomagunk. Mit lehetne még csinálni? Azt hallottad, hogy az Örkény Színháznak van egy új szolgáltatása? Online színházat indítottak, ha jól emlékszem. Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy azt találták ki, hogy rendelhető telefonon versmondás. Kiválasztasz egy pár ezer elemű katalógusból egy számodra szimpatikus verset, talán azt is, hogy melyik színész olvassa fel neked élőben. Leadod a rendelést, és a megadott időpontban a megadott számot, ez lehet egy kedves ismerősöd is, fölhívják, és valaki felolvassa neki szépen a verset, akár Mácsai Pál személyesen. Én egyébként nagyon elcsodálkoztam ezen, mert nekem az első kérdésem az volt, hogy te miért élőben? Mert ez így... Tudom, mert ez így személyes. Sokkal. De én annyira hozzá vagyok szokva pontosan a konzerv megoldásokhoz és a hatékonysághoz, hogy tökre nem értem, hogy miért kéne ugyanannak az embernek, mit tudom én, naponta 15-ször, 30-ször, 500-szor elmondani ugyanazt a verset, mikor fel is lehet venni, amikor egyszer szépen elmondja. Ezt mind a 3000 verse felveszed, mind a mondjuk 40 színésszel, aki be van volna, most mondtam valamit. Ebből lesz egy bazi adatbázisod, beérkezik a megrendelés, te időzíted a telefonközpontban, hogy akkor ebben az időpontban ezt a számot kell hívni, és ott ezt kell bejátszani, hogy a politikai üzenetek szoktak így jönni, amikor így felhívnak, hogy jó napot kívánok, Kis Pista vagyok, és szavazz a zsírosbödönökre, ugye ilyen szokott érkezni, nyilván az sem minden alkalommal elmondja az ember, aki beszél veled, tehát ez működik, ennek van infrastruktúrája, de befizetett szépen hívásonként a 250-500 forintot, amiből egyébként a színház fenntartását lehet finanszírozni, ilyen szempontból ez jó. Megvan az az élményed, hogy az egyik kedvenc színészettől hallottál egy számodra valamiért kedves verset, és mégsem az van, hogy a színészekből ilyen call centereseket csinálunk, akik futószalagon fogják valószínűleg napvégére halálosan kiégve ismételgetni a, nem tudom, felfeldobott követ. Igazából, amit nagyon furcsálok benne, az az, hogy itt a színészt azt egy ilyen versolvasó erőforrásnak tekintjük, ami nekem nagyon nem tetszik. És nem tudom elhinni, hogy ezt egy hét után is... A versolvasás és a versmondás, tehát ez... Jó, de amikor egy nap ezt 20-50-szer kell elismételni, egész egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ezt tudja élvezni. Ez neki részint gyakorlás, részint pedig tényleg ez egy nemes cél, hogy fel lehessen tartani a kultúrának ezt a formáját. Egyébként nagyon jó ötlet. Nekem is nagyon tetszik, de lehetne belőle akkor egy ilyen diversifikált portfólió. 250 forintért instant lejátszuk neked a felvételt. De nem lejátszás, vagy, ennek a személyessége de igen, a fontos. És akkor lehetne az 1000 forintból a személyes mondjuk. Szerintem még ennek is lenne értelme. Ja, hogy ilyen low-endet és high-endet? Igen, tehát, hogy de tartsuk meg high-endnek azt, amikor valóban egy megbecsült színésznek az idejét és az igazi energiáját kell minden egyes alkalommal oda tenni. Hát nagyon remélem, hogy annyira forgalmas ez, hogy valóban ez az aggodalmad. Én bíznék benne, az Örkény szerintem egy nagyon népszerű színház. De igazából minden színház megérdemli a támogatást, hiszen most nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Azt hiszem az 5. adásunkban volt az e-sport, és most eljutottunk odáig, hogy úgy tűnik az e-sportok kezdenek betörni. Most már a rendesekkel konkurálnak bizonyos területeken népszerűségben. A hagyományos sportok közül a foci, illetve az autós bajnokságok esetében is most már szerintem vannak ugyanolyan népszerűek. Például a VTCC-nek, vagy VTCR, vagy éppen most nem tudom, hogy hívják a túraautóbajnokságot, ezt egy-két éve összekeverték a fejemben, de ott arról minden héten van hír, hogy milyen eredményeket érnek el abban a bajnokságban, és ez még talán a valóságos bajnokságnál is izgalmasabb. Az E-forma egy népszerűsége az, hát ha nem is az egekben, de exponenciálisan nő, csak ugye a koronavírus jellegzetes mutatóját is felidézzem. De várjál, ezt mi már mondtuk. Igen, ezt mondtuk előre, így van. És pont ezt akartam visszahozni, hogy szerinted, ha enyhülnek a korlátozások, ne adj Isten, azt mondjuk, hogy visszatér az élet a rendes kerékvágásba, ezek el fognak tűnni, vagy most már innentől, nem mondtam, hogy kiírhatatlanul, de velünk maradnak-e hosszabb távra? Nagyon kétoldalú ez a dolog számomra, hiszen az egyik oldalról azok, akik szeretik ezeket a sporteseményeket, már ki vannak éhezve arra, hogy akár személyesen, akár közvetítés útján megnézzék élőben, ugyanakkor... Igen, de egy Hungaroring befogadó képessége a távolságtartás miatt jóval kisebb.
annak a kényelme, hogy ott van a virtuális, az sokkal egyszerűbbé teszi, sőt, ugye nem időjárás függő, akár sokkal több futamot lehet például Forma 1 beleadni, nem kerül annyiba a jegy. Mondjuk azt el tudom képzelni, hogy milyen az, amikor az E-Forma 1-en megveszed a lelátó helyét. Nem ott ilyen nincs. És virtuálisan 150 ezer emberrel együtt ugyanazon a helyen állsz, és nézed ugyanabból a kameraállásból. Azt nem, de például az E-Forma 1-ben is meg lehet csinálni ugyanazt, amit a valóságban, hogy veszel egy közvetítés jegyet, tehát azt, hogy végignéz egy megszerkesztett közvetítést, ahogy ezt mondjuk a tévében leszokták adni a rendes Forma 1-et, vagy úgy, hogy minden pilóta kokpitjében akármilyen kameraszögből meg akár követő nézed. Kamerák, meg olyan kameraszögeket, amikről nem is álmodhatsz Monakóba. Hogy te magad választod meg, hogy akár végig valakinek az autójából nézed a versenyt, de ott is vannak már csomagok, tehát ez ilyen szempontból ki van találva, és szerencsére nem az van, hogy a Tribune 3 és a... Hát pedig én azt raknám beetetésnek, hogy na, itt szoktál állni, na, választ ki pontosan a pálya mellett, melyik ponton szoktál lenni, és te onnan nézheted. Hiszen. Why not? Biztos lenne olyan hülye, aki azt fizeti elő. Ez... Szerintem ez most kapott egy nagyon nagy lehetőséget az élettől arra, hogy sokkal gyorsabban szárba szökkenjen, mint amennyire futurisztikus ötletnek tűnt ez alig 5 hónappal ezelőtt. Pont úgy meg is csömörlik tőle talán az a közönség, aki viszont az élőre, a valódira vágyik, hiszen most az a probléma, hogy ez pótlékként van ott. Érdekes kérdésnek tartom azt, hogy mi lesz akkor, amikor ugye az eddigi pandémia során mindig volt második hullám. És a második hullám általában erősebb szokott lenni, mint az első. Igazából az addigi védekezésnek a megunása és elfordulása védekezéstől. Ugyan már a múltkor sem. Látjuk a tanújelét is. Igen. Biztos, hogy el fog fordulni mindenki a kamutól, a virtuálistól egy darabig. Hiszen túl sok. Nagyon nem szoktunk hozzá. Az embereknek az lesz a reakciója a bezártságra, illetve a feloldáskor azzal fognak reagálni, hogy akkor mindenki a saját kis környezetében a valódit fogja keresni, az igazi dolgokat? Antidigitalizáció. Igen. Tehát konkrétan azok a fesztiválcsomagok, azok már a második járvány felfutásra vannak időzítve, amiket az előbb elmondtunk. Amikor rájöttél arra, hogy hups, de figyelj, ez még korai volt, vagy nem kellett volna mégse. Hát én azt hiszem, ezek a csomagok teljesen jók lesznek arra, hogy lefedjük vele a második felfutást. És akkor visszatérünk a virtuális élvezetekre a valósokból. Ebben az adásban megpróbáltuk megnézni, hogy milyen lehetőségeink lesznek pandémia feloldása után. Hogyan lehet sportolni, fesztiválozni, hangversenyeket hallgatni. Távolságtartással a szoba kényelméből esetleg. Illetve részben már felkészülve a járvány következő hullámára is. Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Hallgassatok, lájkoljatok, kövessetek, sereljetek. Sziasztok! Sziasztok! Most éppen ott tartunk a felvétel időpontjában, hogy már látszik, hogy Pest megyében enyhítik a karantént, Budapesten még nem, de előbb-utóbb Magyarország központjában lassan feloldják a korlátozásokat, és... Balatonnal mi áll még párba? Rendőr. A bulizás, az esti diszkó. A rendőrök is párba járnak. Éppen tegnap volt egy hír arról, hogy Magyarországon állítólag már csináltak egy nagyon pontos tesztet. De hát persze, mert mi nagyon pontosan tudunk mindent is. Megmondta a főnök is. Jó, hagyjuk. Figyelj, mi lesz az állatkertekkel? Tudjuk, ugyan, hogy a tigris is el tudja kapni. Ahogy egyébként az emberek között, én az állatkertekben is egy az eddiginél nagyobb szaporulatot jósulok, hiszen azok az állatok, akik eddig folyamatosan górcső alatt megfigyelve élték az életüket, most végre nyugodtan kiélhetik egymással a szexualitásukat, és innentől szaporodhatnak. Nem jó. Ezt a gondolatot engedd el. Ez jó volt. Nem. Nem. De egyébként igen. De már ez borzasztó volt. Nem, most gondold bele. Egész nap nézik a izék, nézik szerencsétlen állatokat a ketrecben, nézd, mit csinál, nézd, rámászott. Most meg tök nyugi van egy csinál.
Aztán még fontos, hogy legyen neked egy kisebb napszúrásod. Tehát azt úgy azért érdemes beszerezni, mert az része a fesztiválnak. Na, ezt azt szerintem meg nincs, hogy meg lehet oldani, kivéve akkor, hogyha ezt a fesztivál élményt mondjuk nem nyáron akarná megrendelni az ember, mert egyszerűen kiül a napra, és addig sülteti a fejét, amíg benne feketedik. De mondjuk, nem tudom, UV-lámpával esetleg lehet ezt produkálni? Vagy valami tablettával, az se rossz. Vagy infrával. Valamelyikkel a kettő közül. Ezúton szeretném felkínálni, illetve felajánlani a podcastból származó teljes bevételünket, ha hozzájárulsz. Attól függ, hogy kinek. Meg tudjuk támogatni mi is a kultúrát. Kinek a javára? Hát nyilván az Örkény Színház javára. Támogatom. Ez egy teljesen zárt osztályos ötlet, amit mindenképpen támogatnék.